Keleti vendégmunkások helyett nyugati béreket. Ezzel a címmel tartott sajtótájékoztatót Jakab Péter, a Jobbik szóvívője. A KSH szerint ma egy borsodi átlagosan 102.000 forinttal kap kevesebbet, ugyanazért a munkáért, mint egy fővárosban élő. Az általa benyújtott javaslat a helyi vállalkozások támogatásával, a multikkal kötött stratégiai szerződések újra tárgyalásával ösztönözte volna a térségben élők béremelését, emellett az állami cégeknél az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének a bevezetését is fontosnak tartja. A Jobbik szerint innovatív gazdaságpolitikát kell folytatni. Nem az olcsó munkaerőre kell építeni a gazdaságot, hanem a tudás alapú társadalmat kell előnybe részesíteni, amely képes magas hozzáadott értéket előállítani, és ezáltal képes előállítani azt a bér tömeget, amely képes arra, hogy Magyarországon tartsa a magyar munkaerőt.